Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó érzés látni, hogy ilyen sokan jöttek. Egy kicsit féltünk, a misztériumok évadját hirdettük meg erre a nyárra, és ez az évadnyitó előadás, ami egy ős bemutató, tehát mindenkiben ott van az az izgalom, hogy ja Istenem, ez milyen is lesz. Mi már az olvasópróbán tudtuk, sőt, mikor műsorra tűztük, már tudtuk, hogy itt egy egészen különleges értékről van szó, és egy valamit magára adó színháznak ezt kötelező bemutatni. Pláne a Bazilika tövében, itt a Királyvár oldalában, az esztergomi Várhegyen nem múlhat el színházi előadás, hogy a született Katona Imréből, Imre Tollából egy olyan előadás, mint az Isten komédiása, Szarka Gyula zenéjével támasztunk meg, akkor annak a Várszínház színpadán meg kell jelenni. Attól is izgultunk, hogy vajon hányan lesznek, hány embert érdekel ez a téma, de örömmel látom, hogy teltházban. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttetek. Ugyanakkor egyébként az égieknek is megköszönöm, hogy velünk voltak, mert a műsorfüzetet látták, hogy ugye láthatták azt is, hogy harmadikára esőnapon beírva, de mi nagyon-nagyon imádkoztunk azért, hogy ez az esőnap ez ne valósuljon meg, és hát úgy látszik, hogy az égiek is figyelemmel kísértek minket, mert valóban esőnapra nem lesz szükség. Nagyon jó szórakozást kívánom! Ugye az esztergomi Várszínház és a soproni Petőfi Színház közös produkcióját láthatják most. A soproni színház művészeinek a zöme, illetve hát nagyon kiváló, talán az ország legkiválóbb művésze is szerepel, mint vendég. Ezt a játékot, ezt az előadást fogadják szeretettel, legalább olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel nyújtjuk mi át Önöknek. Katartikus élményt kívánunk. Köszönjük, hogy eljöttek. Jó szórakozást! Minden bűnöm. Engedd el, ha rest voltam a szolgálatodban, és engedd el, ha nélküled gyönyörködtem, akár álmodban, akár ébren, de add meg nekem azt, hogy a te szent sebeidet méltóként őrizzem emlékezetemben. Bal kezed sebéért, édességes Uram, ezen sebed által könyörüljél rajta, és változtasd meg, ha mi bennem visszatetsző lenne te néked. A te halálodban szabadíts meg engem a jelentől és a jövőtől, és tégy engem méltóvá te hozzá. Oh,
hogy megőrizze te akaratodban éjjel és nappal. Oldozz el engem a testnek és léleknek gyötrelmeitől, de lelkemet, a te hűséged befogadd be, mert hálát adok a te bal lábadon lévő szent sebedért. Ezen sebed által add meg nekem azt, hogy végső napomon a szent olaj kenetével, ártatlan lélekkel a te testedet, véredet méltón befogadja. Vezére, lovat! És te mi szeretnél lenni? Az, aki vagyok. Szeretsz? Kisvirág! Kicsi Klárám! Gyertek! Most rajta kaptuk! Ide mindenki! Mi történt? Ferenc szerelmet vallott! Kire? Ott a hölgy a karjaiban! A legszebbeket kívánom az örömhöz! Nem, köszönöm! Soros még 10 év kell a beteljesüléshez! 10 év? Az nem olyan sok! Kevesebb, mint az örökké való! És holnap végem. Minden vagyok és semmi. Nem teszek semmit, ha tennem kéne. És teszem, ha nem kell tenni. Nem teszek semmit, ha tennem kéne. Nem teszek semmit, ha tennem kéne.
tenni. És teszem, ha nem kell tenni. Meg vagy végre! Nem vesztegethetjük az időt! Utazunk! Hová? Biztos helyre, sebtében azonnal! Megtalálta a gonosz a város! Hol van? Én nem láttam! Ne is akard! Hajszát indított a jobb emberek ellen az alacsony nép! Ránk vicsorítják a fogukat! Itt hagyunk házakat, birtokot, legelőt! Menekülünk, amíg szabad az út! Uram! Uram! Várjon! Jönnek! Kompánia nevében felkérem a főkolompost, a hangadót, a vezet, hogy vegye kézbe a sorsolást! Kocsmába megyünk, a bornak folynia kell, és lakomázunk. De az a kérdés, ki fizesse a számlát? A sorsolásból veszekedés lesz! Ne legyen! Tegnap rám jött ki a sor, de tegnap előtt is. Nyíltan bevallom, csaltam. Na de ezen túl! Sorsolás nélkül fizetek! Te maradszom kicsapongásom díszelnöke örökre! Ifjak! Assisi polgárai, ma nagyobb szórakozás lesz! A nemesek elmenekültek! Gyalázat! Vesztenek a nemesek! A nagyurak elárulták a város! Szövetkeztek az ellenséggel! Ráhozzák a perugzsaiakat! Le a nemesekkel! Élek! Élek! Ezt kutottam! Te
életű fészkek, gyilkosok, ocsmány állatok, rohadt uramirább, dögöljetek meg sátán hajzatok, legyetek átkozottak, átkozottak! Beszarim magát! Ezt fenészedünk ebben a pince gödörben. Viseltünk éjséget, hideget, ütlegeket, de ezt a barmot nem, ezt nem tűröm. Ocsmány tetű! Megölöm! Hát nem elég a fogság, a kín, hogy elevenen szétrohadunk. Még hallgassam, ahogy marakodik. Ingerel, mocskolódik ez a disznó. Kurvák, hogyha jebbfajzatok! Megölhetjük! Ki kérje számon a perudzsai őrség? Az nem! Lehet-e ki kisenyítják az ajtót? A hullája itt bűzlenek öztünk. Nem ölsz meg, pokol bélidőnk! Fábjuk ki a nyelvét! Nem, ahhoz kész kell! Kinyomjuk a szemét! Mi? A hűvelykem két bücske elég erős. Nem! 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 Tegyetek, amit akartok, ha kíméletlenek vagytok. De ne fosszátok meg a fénytől. Az egyik szemét hagyjátok. Az én szememet szúrjátok ki helyette. Neked elment az egyszer. Fogjatok le. Csonkítsatok meg. Ha kinyomtátok a szememet, kiszúrhatjátok a fél szemét neki is. De mit féled? Barátod ez, rokonod? Vagy micsoda? Ember! Akár csak én. Fiamat kitanítottam. Most kezdhetem előre. Angelo! Ruha teszi az ember. Mit kell erre mondani? Hosszú teszi a ruhát. Helyes! Lehet belőled még kereskedő, ha így folytatod. Lássuk a dolgok értékét. Ismered-e? Provenci bársony! 9 vég, 30 kiló. Az drága. Ugyanebből 10 vég, 20 dukát. Az olcsó. És akkor, hogy mondod azt, hogy... Provenci bársony. $32. Az drága. És ugyanebből 5 eszkudó. Az olcsó. Helyes! Olcsó! 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 Gyűlöllek, mert neves ember vagy. Éltessen az Isten! Gyűlöllek, mert harácsolod a pénzt. Egészségedre mocskollak, mert híres a neved. Sokáig élj! Eltaposlak, mert alacsonyabb vagy nálam. Kívánom neked is. Neked is. Minden emberi hajlék, csapszéklet, hentes
kedves üzlet és mocskos vendégfogadó. És ezt neked köszönjük. Fennhiázol, és nyugtalanságot keltesz, hála neked! Neked is. Könyörüljetek rá! Kapjátok a napfényt, a szelek az esőt! Állatok, imagénzei! Dögöljetek meg! Vaskóroság! A tűz emész szerel benneteket! Tiétek a csillagoség! Köszönjük az adamistát! Köszönjük! Köszönjük! A velencei cekhino csinóában? Kettőt a szegyhez megtudd veszős garasokkal! Hányja? A ső után megy! Két uncia hány font? Egy hatod. És egy arany uncia. Hány dukáttal egyenlő? Hárommal sem egészen. Helyes! És két vég francia posztó. Öt dukátot akarnak adni érte. A zága. Mindegy, akkor is. Alkudozol! Alkudozol! Öt napja, öt éve, ötödik évszázad a vajódok! Még világra sem jött, és meggyilkol ez a gyermek! Szenvedj! Erőködj! Isten megadja a te békéd! Miféle békém lehet Istentől, ha gyermeket ad, aki szétszakítja a testemet? Kárhozott, aki csak lélegzik a földön, meg annyi megszállott eszelős, bakok, bénák, nyavaja törősek, beszélő némák és halló süketek, ebből áll a világ! Ez is nyomorik a szülők. Öljétek meg, csapjátok a falhoz, öljétek meg, csapjátok a falhoz, nem érdekel, de én a világot nem szaporítom, ölesztetek! Nem, kérlek, kérlek, nem, kérlek! Északról való posztó? Hés! Rőfönként egy dénár, császári posztó? Az drága. Rész dénárba számítva 15? Az olcsó. Helyes! Északi posztó? 5 vég? Remek! 33 dukát? Az drága. 5 vég északi skarlát? 40 dukát? Az olcsó. Ugyanebből 50 dukát? Az olcsó. És 60 dukát? Az drága, 50-nél többet nem adok. És mit csinálsz, hogy hamisítvány? Hamisítvány! 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 Vedd el az aranyam, különben meghalok. Rabolj ki! Én téged ki nem rabollak, te engem már kiraboltál. Jelölj meg engem a kereszt jelével! Én téged meg nem jelöllek, mert nem a szerint élsz. Akkor legalább csókolj meg. Azt megtehetem. Segítség, leprás! Bélpoklos! Úristen! Elkaptam tőle a leprát! Segítségtől! Mossadok le! Testem meghalasztok! Erőrothadás vagyunk valahányan! Mossatok le! Házakat a leprának! 20 000 is fogályt! Félpoklatot! Meddig tart még ez a végtelen éjfél? Megszólalt! Ébredezik! Felébredtem.
Kinyílt a szemem, és nem látok semmit. Semmit, csak azt, hogy valaki bizonyára eloltotta a mécsest. És a kanúcot valaki kitépte belőle. Hát fényes dél van, félre beszélsz. Hogy? Eszméletét vesztette megint? A falakon páncélok, sisakok, a padlótól a mennyezetük. Nézd a pajzsokat, nyergeket, fegyvereket, csodaszépek. Amit látsz, amit látsz, amit látsz, az mind a tiéd lesz, és a követőidé. Visszaszivárognak a menekültek. Egyelőre ők a nagyobbak, a nemesek. Megvan a paktum, jól. Mi vagyunk a kisebbek. De a pénz, ami kezünkben van, többé már nem tudnak a fejük felett dönteni. Élhetünk, gyarapodhatunk, él az élet! Én úgy látom, apám, hogy az emberi érték megrostálására van számva az élet. Ha csak is. És a nagy rosta csak nagy szemeket őriz. A közepesek átsiklanak rajta, épp úgy, mint a silányok. A bókos. Igazad van! De nem értesz, apám! Én azt mondom, hogy alig különbözik egymástól a semmi és a közepesség. Mert óriások hozzák létre a jelentés a jövőt. A históriában csak azok számítanak, akik a virtus útján mennek előre. Akik dicsőséget hoznak, és nem a pillanat számára, de az időnek! Éljen a virtus! Értelek. Nagyon törekszem. Mi a terved? Lovaggá ütetem magam, Gentile gróf seregében. A pápai hadakkal a Szentföld irányába, Apuliába megyek. Nem csak. Ennek jó látszata lesz. Felfegyverezze, kapsz tőle fényes szerszámokkal paripát. Bársonyinget vehetsz a vérted alá! Ferenc! Válaszolj, ki tehet többet és jobbat? A szolgai vagy az Úr? Az Úr? S hát miért követsz olyan urakat, akik valójában csak szolgák? Mert szolga a pápa, csatlós a fejedelem és a császár. A hadvezér csak fegyverhordozója az Úrnak. Mit akarsz, hogy cselekedjem? Maradj és megtudod majd. A te lovak termed nem olyan. Nem, nem olyan lesz, mint a többi. Nem ment el a hadba, de ő a vezér, mert kit szeretünk a legjobban még évek után is? Ferencet! És kérdem én, megfordítva a dolgot, mit utál Ferenc a leginkább? A leprát! Az unalom pedig a leprával egyenlő, és mi elűztük az unalmat! Cimbora, eszelj ki! Nekünk köszönjük a dús lakomát! Derekasan megünnepeltetek. Köszönöm. Jó alkalom volt ők az ivásra, de
A mulatságból még nem elég! A jobb ágyait vagyunk! A dősülésért cserébe engedelmességgel tartozunk! Cimbora, eszelj ki nekünk valami esztelen kicsapongást! Nem jár rám az eszem. Hé, Ferenc, miért vagy szórakozott? Tehát bizony házasodásra gondolsz! Az meg lehet! Az én jegyesem szebb és nemesebb lesz, mint képzelitek. Szerényen beszél, és nagy szól. Szerény vagyok, és nagyra vágyok. Elsőként is utolsó. Átkelek a folyón, s ha visszanézek, az innenső partra túlsó. Átkelek a folyón, s ha visszanézek, átkelek a folyón. Te Ferencet, oda nézzetek! Mókázik! Nem hagyjuk becsapni magunkat! Ferenc! Nem tréfa, nem látja a kezemet! Nem értem. Valami betöltötte a lelkemet. Soha nem érzett boldogság volt a szívemben. Elárasztott az életet. Minket is! Nem teszek semmit, ha tennem kéne. Nem teszek semmit, ha tennem kéne. Egyszerre mondok, igent és nemet. Egyszerre mondok, igent és nemet. Lásd fordítva mindent. Érezd édesnek, ami keserű volt. Tagad meg, amit eddig a magadénak akartál, és megismersz. Megismersz engem! Ha csapjon bele a menki! Vége a béketűrésnek! Elegem van, betelt a pohár! A fiad egyre balondabb! Vannak megy, egyenest vannak rának azonnal! Irgalmas Istenem, könyörülj! Levét! Hetek, hónapok telnek el. S mi lett a fiatból? Szégyen. De én vagyok a bűnös, én vagyok az. Túl sokat képzeltem felőle. Azt hittem, hogy egyszer még ő lesz. Azt hiszi, hogy még inkább a Spoletói grófság első embere. S mi lett belőle? A kezemben megfajtam. Elevenen széttépem a kezembe kerül. Istenem, szentséges maga semmi. Halmos! Mindent eltűrök. Az a baj. Hadba akar menni, de nem megy. Beletörődöm. Felszerelését a seregben elajándékozva csak úgy beletörődöm. Lássa a világ, igen. Hadd lássa. Milyen nagy lelki vagyok. Hazati, s a nálánál gazdagabb zsoncolnak. Fizet, mint a köles. Én meg azt mondom, szórnod az apád pénzét. Semmire kell. Mi azt a fiam? Csak szórjad. Ezzel veszel tekintét az apádnak. Most meg. A hátam mögött összesúrok. Újjal mutogatnak rám. Adj meg ennek az apja, akinek elment az esze. Ennek a fia az, aki ide-oda mászkál, rohangál, kódolok, merezgeti a szemét, járja a lepraterpeket is, megcsókolja a leprát. Édes Istenem, szem, segíts! Ennek a fia az, aki sündörög, a koldosok nyomorultak, ilyen korlászok után a kazember. Kirögteti az apját. Barlangokban és elhagyott templomrovokban, kovályok, mint a zsiványok. Na de, én nyomára jutok, s addig tartom fogva, amíg újból normális nem lesz. Thank you.
Nem tudom. Nem tudom, mi történik velem. Uram, segíts! Nem értem, hogy mit akarsz tőlem, Uram? Nagy és magasságos Isten, én, Uram Krisztus, osztasd el a bizonytalanságot a szívemben. Adj nekem értelmet! És add meg nekem az érzékenységet, Uram, hogy felfogjam szándékaidat. Ferenc! 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 Ferenc, nem látod-e az én hajlékomat? Ferenc, az én házam omladozik. Indulj, és hozd helyre tehát. Örömmel megteszem, Uram. Mi lelte ezt az embert? Fullasztó itt a levegő. Látom, rosszul vagy. Nem, atyám. De fontos, fontos azonnali tennivaló lesz. Ügyelj a mécses. Gondoskodj, hogy az oltárnál, a feszület előtt szakadatlanul égjen a láng. Vigyázz rá, és pótold az olajat folytonosan. Erre kérlek meg először. Aztán itt ez az erszény. Tedd el. Posztókat adtam el Foligno-ban, benne az ára. Tetemes pénz. Újjáépítjük a templomodat. Mentsen tőle az Isten. Újjáépítjük ezt, Isten akarja. Vidd innen a pénzedet, vidd innen. Fogadd el Isten szándéka szerint. Gúnytűzöl velem. Rám tukmálod a pénzedet puszta szeszélyből. Vidd innét. Rám szabadítod a bajt. Ha nem kell, a sútba hajtom. Annyiba sem veszem, mint a sarat. Nem kell a pénzed. Nem kell a pénzed. Nem kell a pénzed. Nem kell. Nem kell a pénzed. Keresem a posztókereskedő Bernardone fia. Én vagyok az. Bernardone polgár a városi konzolok előtt vádat emelt a fia ellen. Ha te vagy az, a tanácsurak törvénybe idéznek. És mit tesznek azzal, aki Isten kegyelméből szabad ember? Hát de nincsen olyan! Én Istent szolgálom. Engem nem ítélhet meg a világi hatóság. És ha így van, felelned kell a püspök előtt! És bevádolt fia Ferenc. Igen. Igen. Pietro, ismertesd a panaszt. Mivel vádolod a fiadat? Hiszen mindenki tudja. Sorold el! Gyalázott hoz a fejemre. Görbe utakon jár. Elsikkasztja a pénzem. Beszámíthatatlan. Eltékozolja a család vagyonát. Ez a vád! Kik a tanúid? Akár az egész város. Ferenc, mit válaszolsz erre? Én Isten előtt felelek. Nem cáfolod az apádat? Amit mondott, tudomásul veszem. Nem tagadja! Mindenki hallotta, ide tanú sem kell. Kérem, tehát a törvényes kitagadását. Kérem az azonnali lecsukatását. Vagy pedig szolgáltassa vissza a pénzemet, amit a posztolymáron összeszedett! Ferenc, képes vagy elszámolni apádnak? Vissza a pénzem! Keveset kívánsz. Egy erszény velencei cekkinó kell néked, apám. De vertaranyból való navarrai szkúdóval is megelégszel. Egy zacskó aranydukát kell néked. Maroknyi trágyagané, hogy rászálljanak az ezüst és rész dénáriusok, mint a legyek. A szoldó, a fillér, a részgarasok szemétbogárként szaporodnak, ha rajtuk a szem. Ami abból fiadzott,
azt visszaadom. Nem kell többi öltözék, posztó. Nem kell örökség, biztos hajlék, sem étel, ital. Aki lefelé tekint, az csak a szemetet látja. Aki elszakad onnét, és felnéz a magasba, annak látnia kell az eget. És nem mondom többé, hogy Pietro Bernardone apám. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, azt mondom ezen. Testvéreim, itt kúszálok a városban egyedül, körbe és körbe, és köveket gyűjtögetek. Mikor elhalad mellettem bárki, a dolga után igyekezve, az mindig olyan, mintha maga után egy szigorú vonalat húzna mogorván. És a vonal kiszámíthatatlanul szakaszos. Megtörik, irányt változtat és cikázik rigolyásan. De az út, amit én a köreimmel naponta megtehetek, a végtelenre hasonlít. Istennek háza a szeretet, adjatok házához köveket. Adjatok éhemre kenyeret, Istennek gyűjtöm a köveket. Istennek gyűjtöm a köveket. Meguntuk már az óvégatást! Ugyanazt művelet tavasztól, őszig, téltől, tavaszig, te! Te bohóc! Ismétlődik a játék napról napra. Könyököm önök, hogy megbolondultál. A város szeme láttál, hát tudod-e mi vagy te? Te! Te szégyentelen koldul! A dicséretet köszönöm. Neked áll fejed, hé! Dehogy is. Azt mondtad, szégyentelen vagyok. És megint megköszönöm. Te csúfot üzöl velem, te rongyos! Elment az eszed! Éppen, hogy megjött. Amikor először koldulni mentem, és beléptem egy házba, elöntött a szégyen, és kifordultam onnan azonnal. De aztán elszégyeltem, hogy szégyellem magam. És olyan fájdalom perzselt, mint a gehenna tüze. Így hát le kellett győznöm a szégyent. És ha most szenvednék, az amiatt volna, hogy Isten szolgájaként szégyenkezem egy másik ember előtt. Ez az!
Mi meg dobod el? Mit csinálsz? Ne. Derék barátom, itt van egy kő. Itt egy másik. Júdás, te! Két kőért kettős a köszönet. Menjünk! Adnéktek Isten kenyeret, adjatok házához köveket. Adjatok házához köveket, két kőért kettős a köszönet. Két kőért kettős a köszönet. Nézzétek! Hát nézzétek Pietro Bernardo nefiát! Egyébben sincs már csak az izzadsága. Hé, Ferenc, az izzadságodat megvenném. Nem eladom. Na de mégis. Egy tallér, kettő, letán három. Eladtam már. Na de mégis kinek? Az egyetlen úrnak. Olyan áron, amit te nem tudnál megfizetni soha. Koldulok köveket, nem baj, ha bárki is kinevet. Nem baj, ha bárki is kinevet, Istennek koldulok köveket. Istennek koldulok köveket. Adok neked pár garast, jó ember, tedd el. Nem kérem, köszönöm. Nem kell a pénz. Elég a kő és a habarcs, és a kétkezi munka. Mire mégy vele? Szent Damián úr romos templomát már újjáépítettem. És egy másikat is. Most egy harmadik van soron. Tévedtem, amikor azt hittem, hogy tallírokra van szükség. A kő és a jó szándék éppen. Boldog ember, megszolgálod az alamizsnát. Köszönöm. Most pedig leülök. Ha akarom, a köreim mentén akárhol. Egy tetszőleges ponton. És a pont a magány. A pont, ami oly kicsiny, hogy kiterjedése sincsen. Ebben a hatalmas mindenségben ez a porszemnyi hely számomra éppen elég. Klára! Az Úr tekintsen rád, és áldjon meg, és arcát fordítsa felét. Az áldást köszönöm. Legyen irgalmas irántad az Úr, és adjon neked békét. Köszönöm. Adja reád az ő szent áldását az Úr. Ki vagy te? Seregek vezére, lovag. Ferenc! Mi lett belőled? Az Úr szándékát követem. Öröm este és egyedül. Csodálkozom rajtad. Nem csodálom, hogy csodálkozol. Én is elcsodálkozom magamon. Hol vannak a barátaid? A családod hova lett? Elhagytam őket örökre. Torkomban dobog a szívem. Megijesztesz. Ne félj! És áldjon az ég! Kisvirág! Kicsi Klára! Megrémült. És mintha üldöznék, úgy fut előlem. Nem látott gyermekkora óta, de megismert, és rémületbe esett. Magasságos uram, hát ennyire riasztó a magány. Ráijesztettem, és aki félelmet kelt, az rossz úton jár. Valamit elhibáztam, uram.
Jézushoz, elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elérkezett az öröm, gyógyítsátok a betegeket, üzzetek ki ördögöket, tisztítsátok meg a félpoklosokat, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ingyen kaptátok. Ingyen is adjátok. Uram, köszönöm. Uram, Uram, segíts, hogy megértsem az igédet. Nekem azt mondtad, hogy építsem újra a templomodat, amit megtettem háromszorosan. Jártam egy utat körbe és körbe, de más kell tennie annak, aki Jézust követi. Mennie kell az emberek közé, és hirdetnie kell az evangéliumot. Hoztam neked köveket, gerendát, meg meszet is, mindent, ami csak kell. Adok melléd embereket is. Köszönöm. Segítő kezet most kapok először. Késen jöröm. Soha nem késő. Mától pártfogásomba veszlek. Hogy áll a munka egyáltalán? Látod, a falak épek, sehol egy repedés. Erősek a falak, de attól még nem elégedett az én lelkem. Hol tartasz? A harmadik templomot építem újjá, már az is készen van, kicsi híján. És aztán? Gondolom, nekiállsz a negyediknek is. Veled tartanék magam is. Akkor hát, neki kezdünk. Aligha. Az Úr azt mondta, a házát építsem újra. És én megtettem, amit lehetett. Amit az Úr mondott, én a szó szerint vettem, de más a teendő. Élő templomot kell eleven kövekből építeni. Élő templomot? Mit akarsz ezzel mondani? Nem értem. Hát, még én sem eléggé. És neked, Bernardo, hogy jár a sorod? Hordozom a mindennapok gondját, futok a pénzem után. Ügyeket intézek reggeltől estig a holnapi napért. Ami nem ér többet a tegnapinál. És minden óra tele van lefolytott indulatokkal és gyanakvással a köznapi galátságok iránt. Hazudok szemtől szembe, mert mások is a szemembe hazudnak. Keresem a hasznot és hasztalan élek. És nézem az oktalanságot. Az ismétlődő harcot, a koncert, és azon túl nem látok egyebet. Ennyi a valóság. A valóságból csak keveset látunk. A teljes valóság olyan, mintha egy kapu kettészelné. A kapu az innen és a túl. A föld, a látható, a tér és az idő ide át van. Túlnan pedig az ég, a láthatatlan, a végtelen és az örök. A kapu elválaszt. Zárva van előttünk. Csak egyszer léphetünk át rajta, amikor becsukódik mögött. Krisztus mondja, én vagyok a kapu. És a kapu nem elválaszt, hanem összeköt. Fordulj Krisztushoz, és a kapu nyitva. Segíts ebben! Segíts magadon! Élj úgy, hogy ő hozzáfordulsz. Ezt akarom tenni, ha engeded, veled együtt. Velem együtt, nem. Ezt nem gondolod komolyan. Társad akarok lenni. Ámulatba ejtesz. Őrültnek látszol igazán. És akkor te mi vagy? Boldog, szabad vagyok és boldog. És ez más. Más nem érdemelheti ki. Csak hogy én eldobtam magamtól mindent. Átléptem a határt nagyra törő módon és alázatosan. Emlékszel még a dalunkra? Bennem cseng most is. Aha. Szerény vagyok, és nagyra vágyó. Elsőként is utolsó. Átkelek a folyón, s ha visszanézek, az inneső part a túlsó. Megkövetlek, barátom. Bántottalak. Sokszor.
Ne oka volt. Bevallom. Bevallom, gyötört az irigység. Megkövetlek én is, bár semmi nincs, amit én tőlem irigyelni lehetne. Olyat mert értenne, amit rajtad kívül soha senki. A betegség volt az oka. Úgy hatott rám, mint az eke, ha megforgatja a földet. Megszűnt bennem a félelem, vagy inkább elkezdődött az élet. És akkor hallottad a hangot. Igen. Akkor még egyedül voltam. Hárman vagyunk most már! A hangot most is hallom időnként. És azt mondja, többen leszünk. Pax et bonum! Béke és áldás. Kéréssel jöttem, testvérem. Fogadj el társadul engem. Köszönöm, de hogyan is jöhetnél mikezénk? Te káptalan ügyész vagy, tanult ember. Fogadj el. Ez a szándékom régóta vajúdik. Én bámulom benned az erőt és világosságát szavaidnak. Amit te tudsz, az nem tudomány. Amit én tudok és ismerek, az egyedül a szegénység. Én tisztelem azt, aki szegény, és igyekszem segíteni rajtuk. Szép dolog, testvérem, de a tisztelet nem a szegények megsegítésével egyenlő, hanem azzal, hogy olyanná válsz magad is. Nagy súlyt vesz magára, aki így dönt. A szegénység nálam a megkönnyebbülés jele volt, látod, testvérem? Egyre csak cáfolom a gondolataidat. Most kezdesz tanítani engem! No. Valaha azt gondoltam, hogy a szegénység a föld legnagyobb átka, és nem így van. A szegénység kaput nyit arra, hogy az ember kénytelen legyen keresni az Istent. Kívántok-e így testvériségre lépni velem? Szurszum kordá! Emeljük fel szíveinket. Ez az, amit én akarom. Ez az, amit én is szeretnék. Ez az, amit teljes szívből szeretnék. Induljunk hát, testvéreim, az apostoli útra, és kérjünk tanácsot az evangéliumtól. Testvérem, nyisd fel a Szentírást, és olvasd. De hol? Melyik résznél? Nyisd fel, ahol Isten akarja, és olvasd. Ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, így kincsed lesz a mennyben, és jár, és kövess engem. Pietro, vedd át a könyvet, és tedd ugyanezt. Semmit az útra ne vigyetek, se botot, se táskát, se kenyeret, se pénzt az övetekben, hanem csak menjetek, és prédikáljátok Isten országát. Most én következem. Én. Nyissam fel én is akárhol. Csak ott, ahol te hozzád akarsz szólni az Úr. Ekkor mondá Jézus az ő tanítványainak. Ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, emelje fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Hallottátok, testvéreim? Háromszor szólított meg benneteket az evangélium, és megkaptátok a választ. Adjon nektek az Úr békességet. Pax et bonum. Békés áldás. Pax et bonum. Megzavartam valamit? Csak megszüntettük a holnaptól való félelmet. Elég lesz minden napnak a maga gondja. Örülök, hogy látlak újra. Rád ijesztettem a múltkor, bocsáss meg azért. Semmi harag nincs bennem. Szelíd vagyok. Vagy legalábbis nagyon szeretnék az lenni, ha lehet. Megérdemled, hogy vigyázzon rád az Úr. És hogyan élsz? Megvan mindenem. És mégsem. Búcsúzni jöttem. Úgy hallottam, remeteségbe vonulsz. Nem, dehogy. Nincsen szándékom, hogy beálljak remetének. Nem, én azért vagyok, hogy társaim legyenek. Most én is itt állok előtted. Felnőttem. És én azt hittem azért, hogy a tiéd legyek egyszer. Én nem szégyenkezem emiatt. Látod, már nem lehet. Közénk érkezett valaki, akit úgy hívnak szegénység asszony. Ő az én jegyesem.
és nem mondhatom többé, hogy igyekezzél te, Ferenc, mert félre kell tenni az élelmet Télire, hiszen megnősültél és növekszik a család. Én teljes életet kívántam volna magamnak. Én is hasonlóra törekszem. A teljességet az érheti el, aki a legtöbbet akarja, de azon kívül nincsen kívánsága egyéb. A teljesség ennyiben áll. Megzavarsz ismét. Pedig világosan szólok. Neked most az a dolgod, hogy felismerd, ami számodra a legtöbb. Fordulj tiszta szívvel az Úrhoz. De hogyan kereshetem én az Úr jeleit? Te is az Úr jele vagy. Hogyan? Magadban hordod az ő jelenlétét minden pillanatban. Én egyedül vagyok, és félek. Ne félj. Isten veled lesz, és vezetni fog téged. Szerettem volna, ha az én életem ugyanolyan lehetne, mint a tiéd. Megingatott ez a találkozás? Nem. Nem, Klára nem gyengít engem, sőt, megerősít. Hiszen egyebet sem tett, csak amit mi magunk is tenni igyekszünk. A szeretet üzenetét hozta magával. A jó példát megadta nekünk. A Szentírás így szól. Menjetek és prédikáljatok minden embernek. Azt is mondja az írás. Vigyétek az örömhírt. És az örömhír a szeretet. Kimondta testvérem, amire vártam. Induljunk hát. Azt hiszi határain túlra. Két részre osztjuk erőnket. Bernardo és Pietro északnak indul. Mi ketten délre megyünk. Pax et bonum, testvérem. Pax et bonum. Pax et bonum. Békés jóság. Te fogsz vezetni az úton, én pedig a szent engedelmesség nevében követlek alázatosan. Menjünk hát, amerre a lélek sugallata hív. Ha szétnézek, akkor most itt van előttünk Firenze. Van egy Arezzo és Amara a Siena. Valóban, te pedig megmondod, hogy számunkra melyik irány a helyes. Én mondjam meg? Hát kérlek rá, te vezetsz. Bizony. Hát... Bizony, ezt még fontolóra kell vennem. Várok. Szerinted melyik úton kellene menni? Nem lehet ebben kétség. Nem, nem, nem. Ebben nem. Melyiken hát? Amelyiken Isten akarja. Elhiszem azt. Hogyan tudja meg, hogy mit akar? Egidio, ha van benned hit, megmutatja neked. Hunyd be a szemed. Hunyd be a szemed. Ezen a válaszúton, ahol állsz. Kezdj el forogni körbe és körbe. Állj meg. Megálltam. Kinyitottad a szemed? Ki? Milyen irányba nézel? Siena felé. Köszönöm, testvérem, az iránymutatást. Akkor hát, arra megyünk. Isten szándéka szerint. Ó. Jó. Hallgassátok, testvéreim, az evangélium igényét! Térjetek meg az Úrhoz, mert Isten országa közel van. A világ vétkei sokasodnak, de a bűnbánat útját ma nem ismeri senki. Hát ismerem én! Igen? Ha megvallom a vétkem, csak annál rosszabb, amúgykor is jól megvert az uram! Forduljatok az evangéliumhoz! A keresztények testvérek is, a béke örök! Aj, abban nem lakunk még jól! Nem csak kenyérrel él az ember, mondja az írás. Szabaduljatok bűneitektől! Ha miért? Ha mi a baj, mi velünk? Mi van velünk? Zűrzavar tölti be az életet, amit éltek. Settében végeztek mindent, vaktában cselekedtek. Halmozzátok, ami a kezetek ügyébe kerül, és oktalanul fecséreltek! Én a fogamhoz verem a garast! Ha van, mi baj van? Halmozol és gyűjtesz! Kicsinyes előnyökért harcolsz, és közben mindenedből kiforgat a gonosz! Mifele gonosz? A te egyetlen ellenséged, aki minden tátongó résen befurakszik! Hol az a tátongó rés, te prédikátor! A lelkedben vannak azok! Megjöttek! Na, mutassatok valamit! Röhögni akarunk! Na, gyerünk!
Örömhírt hozunk nektek! Itt hozzuk nektek az örömhírt! A szeretet igényét hozzuk! Hozzuk a hírt, hogy megváltozhat az életet! Na, ki hívott? Ki hívott ide mi hozzánk? Na, mit akartok erre mi felénk? Könnyeket csalok elő, és mosolyt az arcotokra! Ja. Isten komédiása vagy! Mondom, hogy érzek! Csepvirágója vagy Istennek, ez jó! Mire való az? Istápolom a lelketeket. Tegyétek, amit lelki atyám mond, mert ő a legjobbat akarja. Én pedig azt veszem észre, hogy prédikálni akartok. Ki adott erre jogot? A mindenható Isten. Az ide kevés lesz. Van-e róla papír? Na hagyjátok már, hagyjátok, hadd beszélje haza. Mondom hát, testvéreim. Szabaduljatok a szolgaságból. Dobjátok le a bilincseket, szabaduljatok meg az alávetettségből. Én? Hát én nemes ember vagyok. Én? Hát én nem vagyok szolga. De bizony, testvérem, de bizony, te is szolgája vagy a félelmeidnek. Szolgálja a holnapi napnak, szolgálja vagy a megáltalkodott akaratnak. Nincs jogod a hencegés, ez te koldulva szerzed a betevő falatot, te! Te! Hát te még szolga se vagy! Hála, szolga se vagy! Én egyetlen urat szolgálok, aki fölött nincsen úr senki. Emeljük fel szíveinket! Na még te is! Feltennék én neked egy fogas kérdést, na! Arra felej! Van-e Isten? Hoppá! No. Ha hiszel benne, már is van. És keresheted vele a találkozást. Ha nem hiszel, akkor számodra nincsen. De Isten akkor is meglátogat. Ne beszélj mellé, azt mondd meg, van-e vagy nincsen, és bizonyítsad is be. Ez hitbeli kérdés. Ne semmi, fogd meg, jó? Hát egyiket a korcátalabb, mint a másik. Az igazi kérdés nem is a hit, hanem Isten keresése. És Isten a békesség. Nem találhatunk rá viszálykodva is békétlenül. Nem fogunk vele civakodni, barátom. Kételkedem én a hittérítőkben. Hát annyit az eretnek, mint a helyben. Mi nem vagyunk eretnekek. Mi a megszabadító evangélium követői vagyunk. Ti bolondok vagy? Vagy részegek vagytok? Vad emberek és eszelősek. Megbotránkozol rajtunk, mert változtatni szeretnénk az életeden. Ne félj, légy szelíden. Az erőszak abban gyökerezik, hogy félsz. Ne féljetek, és békességetek lesz. Jártasd csak a szádat, itt nem félünk. Itt a kutya se fél, hogy meglátod a megérőt. Hagyjátok el! Takarodjatok! Emeljétek fel szíveteket. Az öröm hiányzik a házaitokból, pedig dolgoztok eleget. Testvéreim, ti egymás arcába sem tudtok nézni nyugodtan. Bontsátok le a falakat, és egymásra találtok. Itt vagyok a szabad ég alatt. Hát hol itt a fal? Te, Ferenc, te! A fal bennünk van, és elkülöníti a gazdagokat a szegénytől, a rokont a rokonaitól. Isten teremtett világában annyi a fal, hogy az ember egyedül van. Nézd már körül itt a piasztéren. Na, nézd, látod? Itt állunk sokasával, elhiszed? Valóban! Itt álltok, mintha mindenki a másiknak farkasa volna. Megoszt és egymás ellen fordít az önzés benneteket. Nem szeretitek egymást. Nem mertek végig gondolni semmit, ami fontos lenne. A becsvágyatok hamis és olcsó. Meghunyászkodtok a gazdag előtt, de ha lázadtok, azt alattomban tesitek. Léhán éltek, testvéreim! Csupa olyasmit halmoztok, ami nélkülözhető volna. És ami nélkülözhetetlen, az odavész. Rossz népség vagyunk így fele, barátaim. Csapnivaló népség ebben a gyatra világban. Ti csodát! Változtad meg! Igen. Na, testvéreim, az semmit sem ér. Semmi sem változik, ha a szívetek nem változik meg. Lépjétek át a félelem és hitetlenség határát. Ne a félelem legyen a béke alapja, hanem a félelem nélküli hit. Isten teremtményei közül az ember a legbékétlenebb. De Isten békességes és fegyvertelen. Legyetek hasonlóak az Úrhoz, akiben van hit, és nem fél. Azzal szemben még a farkas is megszelidül. Testvéreim, ma minden időknél hitetlenebb korszakot élünk. De olykor még a semmi is elég, hogy ezt megfordítsuk. Elegendő, ha lecsendesültek. Elegendő, ha megálltok. Elegendő, ha kezet fogtok.
szeretetet vinnék, ahol sírelem esett, vihessek bocsánat. Ahol sírelem esett, vihessek bocsánatot. Mint ahogy elindultunk, és terjed a hírünk. Illés és Leó testvér csatlakozott hozzánk, épp az imént. Öleljük meg testvéreinket szeretettel. Leó testvér. Leó. Vagyunk már annyian, hogy azt mondják, mire ánk, ez egy szekta. Ostobaság, hiszen kint élünk az emberek között. Én. Fejünkhöz vágják, hogy eretnekek vagyunk, és felforgatjuk a rendet. Ez már súlyosabb. Az Anya Szent Egyház gyermekei vagyunk. A püspök is támogat minket. Az nem elég. Ha kilépünk Assisi határain túlra, a püspöki pártfogás fabatkát sem ér. A pápai jóváhagyás jelentene kiutat. Miért nem megyünk hát Rómába? A pápához. Egyenesen a pápa elé, nem mondan ez ellent az alázatnak? De azért... Kik vagyunk mi? A pápa elé térdelni. Ahhoz kell a legnagyobb alázat. És ha az úr akarja, hogy alázatot tanúsítsak, arra én készen vagyok azonnal. És mit mondasz a pápának? Hogy testvériségben akarunk élni az Anya Szent Egyház oltalma alatt. Testvériségben? Igen. Ahhoz szabályzat is kell. Ez igaz. Miféle szabályzat? Regula, hogy mi szerint élünk. Rendi szabály. Nem kétséges, hogy a mi életünknek már megvan a szabályzata. Mióta? Mióta háromszor felnyitottuk a Bibliát. Igazat szóltál, testvérem. Az evangélium a mi regulánk is. Az a boldog, aki ezt megértette. Induljunk át, testvéreim. Megyünk a pápa elé. Hazaküldtétek már azt a szegény koldus embert, aki napok óta nem mozdul a Szent János kaputól és bebocsátásra vár? Áldásodat kéri a közönségre, amit megalapított a társaival. Tudom, az írományát is olvastam. Adjátok ki az útját. Nem tágít, Szent Atyám, nem lehet elküldeni. Makacs tehát, mint az eretnekek. Náluk is makacsabb. Az eretnekek bujkálnak előled, ez pedig eljött a színed elé. Sokat hallottam róla. Ez az ember hitet ad a hitetleneknek. Azt mondják, képes rá, hogy gyógyítsa a lelket. És akik hallgatják, isszák a szavát. A szó két élő fegyver. Szolgálhatja az igazságot, de szolgálhatja a hazugságot is. Lássunk tisztán. Bocsássátok elé. Gyermekeim, gyertek. Paxet bonum. Paxet bonum. Tárd fel a szándékaidat, fiam, halljuk a szép szavakat. Nem tudok ékesen szólni, uram. Én csak azt tudom mondani, amit mondanom kell. Állj fel.
Miért jöttél ide hozzám? Azért, hogy az áldásodat kérjük. Engedd meg nekünk, pápa úr, hogy a keresztények között mi legyünk a legkisebbek és legutolsók, és alázattal kérlek, engedd meg nekünk azt is, hogy ne legyen soha semmink, és testvériségben éljünk, mostantól kezdve is mindig. Sokat akarsz? A testvéri közösség nem lehet más, mint szerzetesi rend az egyházoltalma alatt. Ennek jóváhagyását kérjük tőled, uram. Lehetetlen, amit kívánsz. Regulátok akadozó és szükszavú. A Szentírásból vettem. Szükszavú és túlságosan szigorúnak tűnik előttem. A Szentírásból vettük. Felelőtlennek tartom, ha egy szerzetési közösség minden anyagi támogatást elutasít, és a véletlen szerencsére bízza magát? Nem a véletlenre, hanem a gondviselésre. Ti prédikálni akartok, holott laikusok vagytok. Hirdetjük az örömhírt. Nem csak szavakkal, a jó élet példájával legfőképpen. Mi a célotok hát? Isten szeretetének akarunk a tanúi lenni. Életre akarjuk kelteni Jézus evangéliumát. Nincs több kérdésem. A kihallgatásból mára elég. Elmehettek, és várjatok türelemmel. Szomorú képet vágtok, testvérem. Félünk, hogy nem áll mellénk a pápa. Nincs okunk az örömre. Te nem félsz? Nem, testvéreim, én nem félek. Aki megismerte Jézus szeretetét, annak nincs mitől tartania. Ne aggódjatok hát, inkább örvendezzetek az Úrban, és csekély számotok ne szomorítson el bennetek. Nem az a baj, hogy kevesen vagyunk. Az a baj, hogy a pápa ellenünk van. A pápa nem fogad el. Igen. S ha ez így van, mi sem fogadjuk el a pápát. Te nem tudod, testvérem, hogy mit beszélsz. Láttuk már Albi városának lakóit, akiket kiközösített az egyház, és Valdez Péter követőit is, akik a pápa ellenségei lettek. Mi nem lépünk erre az útra. Lehet, hogy az erednekek is, mint Krisztus követői, csak kiközösítette őket az egyház. Attól mentsen meg minket az hát Isten. Nem láttunk szegénységet a Laterna termeiben. Ne ítélkezzetek! Isten a mindenható. Nem mi vagyunk hát hivatottak, hogy akár csak egy rabló felett is ítélkezzünk. Nem láttunk szegénységet, még csak a jelét sem. Légy részvétel irántuk. Mi rongyosak vagyunk, s ez jól van így, mert mindenki látja. Ők láthatatlanul rongyosak, igen. Felvetélget a pompa. Elmondom, testvéreim, hogy mit kell tennetek. Először is. Legyetek irgalmasak a keresztények iránt. Másodszor. Legyetek irgalmasak a bűnösök iránt. Harmadszor. Legyetek irgalmasak az egyház iránt, és végezetül. Legyetek irgalmasak a pápa iránt. Hoztál le döntést az emberről, akit tegnap kihallgattál? Gondolkoztam róla, igen. Tépelődtem sokat magam is, és felvetődött bennem egy kérdés. Ha visszautasítjuk ennek a szegénynek a kérését, aki az evangélium szerint él, nem sértjük-e meg Istent? Megtörténhet még az is. Ha azt mondjuk, hogy a regulája eltéveszti a mércét, akkor azt állítjuk, hogy az evangélium szerint nem lehet élni. Ilyen nagyot nem tévedhet az egyház. Igyekszünk világosan látni. A testvérek, járuljanak el. Gyermekeim, gyertek. Pax et bonum. Pax et bonum. Sokat gondolkodtam rólatok tegnap óta, fiam. Nehéz éjszakám volt, mert kimerített a nyugtalan alvás. Álmomban a Szent János templomot láttam a Lateránban. És azt láttam, hogy a templom falai meginognak, megrepednek a pillérek, az oszlopok düledezni kezdnek. Zuhannak rám a kövek, és a templom összeomlani készült. De azt is láttam, hogy jött egy szegény, egy koldus ember, aki hátával megtámasztotta az omladozó falakat. Ez a szegény koldus ember, te lehetsz, fiam.
közösségedet, a mostani és a későbbi követőidet a római katolikus egyház szerzetes rendjei közé a mai nappal beiktatjuk. Kisebb testvérek rendje, Ordo Fratrum Minorum. Ez lesz a nevetek. És elrendelem, hogy Ugolino bíboros legyen a pápai protektorotok. Na, érfiam, hadd öleljelek meg. Hogy annyi fáradtság után végre hazatért. Végre, itthon vagyunk, hazaértünk. Nézzetek a magasba, testvéreim! Ez a mi hajlékunk a végtelen égbolt. Semmink sincs, de a kerekvilág egész a miénk. Itt Assisi környékén mi csak megpihenünk. Te merre jártál? Én északról jövök, és Ferrara városát megtérítettem! Odalent délen százával csatlakoztak hozzánk, nemesek és közemberek, egyháziak és világiak szegődnek a nyomunkba. Társaink száma szerte Itáliában napról napra növekszik, a pápai elismerés a fejükre hozta a dicsfény. Csak az alázat lehet a miénk, nem a dicsfény. Ahol ócsárolnak, maradj ott béketűréssel, de ha magasztalnak, indulj tovább, mint akinek ég a talaj a lába alatt. Aztán ezt miért tenném? Mert elvégezted a munkát. Befellegzett a mi őskorszakunknak, atyám! Mert íme az emberek magasztalása vesz körül minket! Nem akar senki, aki kétségbe merné vonni a hitünket, vagy elvitattál tőlünk a prédikálási jogot! Erősödünk és sokasodunk valokunk az örömre. Testvéreim, az örömre mindig találhattok okot. Boldogok lehettek, ha nincs megroppanva gerincetek. Örülhettek, ha lábatok járni, a kezetek fogni és a fületek hallani képes. Áldjon meg benneteket, és oltalmazzon az Úr. Téged is áldjon. Ragyogjon felettetek az ő arca, és ne tagadja meg tőletek az ő kegyelmét. Köszönjük az áldást. Fordítsa felétek a tekintetét, és adjon nektek békét. Köszönjük. Köszönjük. Legyen mindörökkön veletek az Úr, és adja meg, hogy én is veletek lehessek. Örökre. Ma virágvasárnap van. Megszépíti az ünnepet, hogy meglátogatsz minket. Nem látogatóban vagyok itt. Megérkeztem hozzátok. Véglegesen. Azt mondod, azért jöttél, mert közöttünk akarsz élni. Ez a szándékom, igen. Most itt vagyok. Oktalanságot cselekszel! Az egyetlen dolgot teszem, amit tehetek. Fogadjatok be! Nem kérheted azt, ami lehetetlen! Emeljük fel szíveinket, testvérei! És nem mondjuk azt, hogy lehetetlen, hiszen bármi megtörténhetik, ha benne vagyunk az Úr terveiben. A húgom, az anyám is jönni szeretne, és lányok, asszonyok többen! A San Damiano temploma üres. Ott jó helyetek lesz. Meglep engem, hogy itt vagyok, és nincs benned meglepetés. Vártam, hogy jössz, és tudtam, hogy keresni fogsz engem. Most megtaláltalak. Ugyanazt az életet akarom élni, amit te is. Mondd meg hát, hogyan kellene cselekednem? Lovagok lánya vagy, és a lelked erős. Neked kell megtalálnod az utat. Rád bízom magamat. Maradéktalanul.
Én pedig a te oltalmadat kérem. Testvéreim, a pápa engedélyezte, hogy megalapítsátok a második rendet mindazok számára, akik Klára húgunk mellett gyülekeznek. Sokat elértetek idáig, ám a kibontakozás ezután következik. Itt és most a pünkösdi káptalan idején határozzatok kell a jövőről. Én, mint a szentszéki protektorotok, mellettetek állok. Vannak-e nehézségeitek? Hát az a... Nincsenek! Jézus igéjét éljük, aki azt mondja, nézzétek az ég madarait, és bízunk a mindenhatóban. Klára és nővérei megkapták a San Damiano templomot, de az övék lehet az angyalos kápolna is. Övék is lesz? Ki kell jelölnünk a házaitokat. A miénket is? Mindannyiotokért. Hiszen sokan vagytok már Itália szerte. Nem látjuk szükségét, uram. De... Ha nincs lakhelyünk, oda megyünk, ahová akarunk. Igen. Járjuk az országot, a városokat. És kimarad otthon? Akinek otthona van, annak már tulajdona is van, mi pedig semmit sem birtokolunk. Pedig megtehetnétek. Nem lehet, uram. Gondold el, ha tulajdonod van, tőled azt elvehetik, és az erőszak sodrásába kerülsz. Mi a szeretet oldalán állunk. A legkevésbé sem kételkedem ebben. Jézus szegény volt, mi is azok akarunk lenni. Így van, szegények maradunk, ahogyan Krisztus tanította. Ez a mi tanúságtételünk. De mi a szegénység? Van külső jele, mint a szegényes ruha. De az igazi, a valóságos, az belül van, és láthatatlan. Gyermekeim, ti az igazi szegénységet őrzitek a szívetek mélyén. Őrizzük, igen. És megzavar minket az evangéliumi szegénység vitatás. Nos, látod, én azt nem is vitatom. Hát hogyan is tenném? Isten nem arra hívott minket, hogy vitatkozzunk, hanem hogy az üdvösség útját hirdessük a világban. Az üdvösség útját. Gyermekeim! Gyermekeim, ti most vonuljatok el Zsolozsmára. Mi Ferenc testvérrel itt maradunk. Menjetek, barátaim, bátran. Pax et bonum. Pax et bonum. Menjél, barátom. Bátran, bátran. Zsolozsmára vonuljatok. Ahogy te élsz, testvérem, az példás. Az rendkívüli. És nem tudják követni, csak nagyon kevesen. Márpedig nem kétség, hogy sokakra van szükség. Lesznek tehát rendházaitok. Az nem lehet. Lesznek rendházaitok. Minél többen vagytok, annál kevésbé lehet betartani a nincstelenséget. Egész sereg laikus mozgalmat láttam már kicsírázni. Nagyra nőni, és azután a vesztébe ruhanni. Én megóvlak benneteket. Kérlek, uram, ne tégy semmit a privilégiumunk ellen. Ugyan már. Hát milyen kiváltságodat sérthetem én. Azt, amit a pápánál is kiharcoltam. Nekem jogom van rá, hogy semmim se legyen. Nyugodj meg, testvérem, nem fog csorbát szenvedni a jog. Mindez idáig az ég alatt semmitek sincsen. De ha mégis lenne, az akkor sem volna a tiétek. Ezt hogyan értsem, bíboros úr? Ha rendházakat kaptok, azok mind a pápa tulajdonába kerülnek. Ti magatok továbbra is nincstelenek maradtok. Csak papíron kell elrendeznünk a kérdést. Hát ezt a munkát elvégezhetjük nélküled is. Nem vagyok jártas az emberek által írott paragrafusokban. Az nem is baj. Hát neked csak a regulát kellene kidolgoznod. Megírtam már. A pápa kevésnek ítéli. És testvérem, te tiszteled a pápát. Nem csak a pápát. Az oltári szentség titkáért épp úgy tisztelem az egyszerű misés papot is. Te az egyház hűséges gyermeke vagy. És ezrével tudod megszólítani az embereket. Adj nekik szabályt. Mutasd az irányt! Megzavarsz engem, bíboros úr, én túlzottan is óvatos vagyok azzal, amit leírhat az ember. Gyermekem, a legkevésbé sem akarunk téged ezzel terhelni. Te megírod a lényeget, ami kell. A többit pedig kipótolja majd, aki tudja. Ám itt az idő, hogy intézkedjünk a káptalan nyilvánossága előtt. Gyermekeim! Amen. Elhatároztuk, hogy szabályzatba kell foglalnunk az életmódotokat. Igen, pontosan azt, ahogy éltek. Írásban, részletesen. De nekünk már van regulánk. Most részletesebb kell. Nem a ti számotokra, hanem azoknak, akik csatlakozni fognak hozzánk. Új szabályzatot akarsz írni. Igen, a bíboros úr szándéka előtt meghajolok. Gyermekem, én csak azt akarom, hogy beteljesedjen a műved. Köszönöm, azt a megváltó Krisztus tudja beteljesíteni. Úgy legyen. Úgy legyen.
de több ezer társatok eligazításához már kevés az a néhány szentírási idézet, ami elegendő volt a kezdet pillanatában. A személyes példa is elég. Igen. Szabályos regulára van szükség. Ferences vérünk megírja a fővonalakban, és valaki majd kicsiszolja. De ki legyen az? Na nézzük csak. Téged hogy hívnak, testvérem? Kortonai Illés. Kortonai Illés. Te gyakorlatias embernek látszol. Mondj csak, mihez értesz? Jogot tanultam. Helyes! Te megfelelő vagy. Igyekszem mi hamarabb túlesni azon, hogy paragrafusokba foglalom Isten igéjét. Ha elkészültem, apostoli útra megyek. Apostoli út vagy minket? Hosszú időre? És mi lesz addig itt mindenki? Igen. Indokolt az aggodalmatok. Hogy a távollétemben semmi fennakadás ne legyen, két vikárius nevezek ki. Kortonai Illés és Leó testvérek lesznek a helyetteseim. Néhány társul most Németországba megy, a mások franciákhoz és Hungáriába. Te hova indulsz? Nekem kell vállalnom a legnehezebbet. Én a Szentföldre megyek. Áldásom rád és mindannyiatokra. Növekedjetek, számotok gyarapodjék, hatásotok terjedjen ki a világra. Pax et bonum. Pax et bonum. Pax et bonum. Menjetek, drága fiaim. És hirdessétek mindenkinek a békét. Az egy szár ruhán kívül, ami rajtatok van, ne vigyetek semmit. Mindazonáltal pedig vessétek az Úrra gondotokat, mert az Úr eltáplált titeket. Testvéreim, fohászkodjunk. Ó, Mester, add meg nekünk, hogy ne keressük annyira a vigasztalást, mint azt, hogy másokat vigasztaljunk. És add meg mi nekünk, hogy ne keressük annyira a mások szeretetét, mint azt, hogy mi szeressünk most és mindörökké. Amen. Hol vagy, Klára? Mögötted állok. Nem fogsz elveszíteni sohasem. Ha rád nézek, akkor látom meg igazán önmagamat. Tudom. Ha rám nézel, úgy látod magadat, mint víznek tükrében a láng. A bizonyosságot és a hitet a te fényed adja nekem. Ne engedd soha egy férfinek, hogy vezessen, csak azért, mert ő férfi. Ha mégis, akkor csak azért, mert szent. Azért, mert szeret, és a boldogságodat akarja. Én boldog vagyok, és szép életem van. Végezd jó lélekkel azt is, ami nehezedre esik. Mi eshetne nehezemre? Előfordulhat olyan. Lásd, velem előfordult, amíg a szabályzatot fogalmaztam. Keserves hónapok mentek el rá, de megírtam. Elégedetlen. Nyughatatlan vagyok inkább. Száguld az idő, és alig ocsúdok rá, de már seregek gyülekeznek mögöttem az országban, és azon is túl. Lovagi erényekre törsz, mint ifjúkorodban. Más ez! Most fegyvertelenül indulok a Szentföldre, és egyedül. Fohászkodni fogok, érted? Vigyázz a nővéreidre. Csak azt cselekedd, ami szükséges. Azután pedig azt, ami lehetséges. Végül képes leszel a lehetetlenre. Túlbecsülsz engem. Te vagy a csodatevő, aki meg tudod szelídíteni a farkasokat. Nem az a csoda, hogy Gubbióban a farkast megszelídítettem. A csoda az, hogy Gubbió lakói is megszelídültek. Légy óvatos az emberek között. Mikor látlak viszont? Amikor majd a rózsák virágoznak. Neked minden szabad valósággá válik. Most hátra ne nézz, mert ha megfordulnál, rózsák fakadnának a télben. Nem fordulok hátra. Én, Uram, segíts! Nem értek veled egyet? A munkádat hebehúrgyán kezeled?
Én úgy látom, bíboros úr, hogy Ferenc testvérünk regulája teljes egészében átértékelésre szorult. Gyermekem, te most félrebeszélsz! Nem csak én gondolom így, bíboros úr. Vannak már ilyen hangok mi közöttünk. Jogi értelemben az a legnagyobb baj, hogy Ferenc a tulajdon semmilyen formáját nem ismeri el, és ez az álláspontja kategórikus. Hát ezért kell kiigazítanod. A szerzeteség az egyéni szegénységet elismeri, és a közös tulajdont feltételezi. Tehát ez nincs beleírva a regulába. Akkor bele kell írni! És minden mást úgy kell hagyni, ahogy van. Számos kérdés adódna pedig a mi felülvizsgálatra. Te ne bosszants engem! Én nem akarom elsikasztani Ferenc testvér eszményeit, sőt, alkalmazni szeretném a valóságban. A valóság pedig az, hogy mérföldes szakadék választja el az egyházat és az embert. Át kell hidalnunk ezt a törést. De a klérus erre nem alkalmas. Főpapjaink olyanok, mint az ugatni nem tudó néma ebek, akik senkinek sem adnak jeleket. Ferenc testvér egyszerű koldus, és az is akar maradni örökre. De ebben a koldusban a gondviselés eszköze jelent meg. Ferenc ezrével képes a hitnek visszaszerezni az embereket. Általa mentjük meg az egyházat. Ferencet szenté avatjuk majd, és joggal. Én pedig pápa leszek. Én pedig mindenben állok a szolgálatodra, bíboros úr. Kortona Illés, te csak végezd a rád kiszabott és egyszerű munkát. Az ingatlanokkal mire jutottál? Új rendházakat nyitottunk Umbriában és Toszkánában rendelkezésed alapján. Így lesz a semmiből minden. Növekedjetek, és várjuk vissza Ferencet. Testvérem, nem akartalak megzavarni. Testvérem, de... Azt mondtam neked, is hogy felelősséget viselek. Igen. Az engedelmesség nevében én megvártam, amíg a bíboros úr elmegy. Megbeszéltél vele mindent? Teljes egyetértésben. Szóba hoztad, hogy zűrzavar van, és nem győzöm egyedül? Ez nem az én dolgom. Én a növekedéssel kell, hogy foglalkozzam meg azzal, hogy kijavítsam a regulát. Ferenc egyesztende elment, regula még nincsen, mi meg szaporodunk, mint a gomba. Egyre többen vagyunk, és hullik szét az egész már. Olyan is van, aki beérkezik a rendbe, és hozza magával a batyuját. Mások meg toprongyosan lófrálnak szana szét, és úgy viselkednek, mint a bolondok. Mi a bajod neked a batyuval? Közöttünk elvárás, hogy semmink se legyen, akinek nincs semmi, annak nem lehet batyuja? Gyerekesen gondolkodol, Leó testvér. Akadályozod a kibontakozást. Ne. Ferenc nélkül mi csak kárt okozunk. Ne lamentálj, testvérem! Ferenc elment. És lehet, hogy vissza se jön. Te vagy az. Ne, ne, ne vedd el a kezed. Jól esik így, mert fáj a szemem. Az a fontos, hogy életben hozott haza a Szentföldről az úr. Láttam. Láttam a sok sebesültet. És nyomorékot. És ápoltam, és vigasztaltam őket. És hallgattam a káromkodásaikat, és... Csak azt tudtam mondani magamnak. Szeresd a te fele barátaidat. Akkor is, ha nem akarod, hogy jobb keresztények legyenek. És ne vigasztald a te fele barátaidat. Anélkül, hogy szeretnéd őket. A szeretet nem vigasz. A szeretet fény. Hát az van megírva az evangéliumban, hogy a szeretet jegyében háborút kell indítani a hitetlenek ellen. Nem erről beszéltem. Nem, az nem, 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 n
A szabályzat egy passzusát vitatjuk, atyám, tégy igazságot. A kérdéses rész így hangzik. Az alamisnáért dolgozzatok meg, de... Szépen hangzik persze, de minden nap értelemben olyan, mintha napszábosok volnánk. Jézus szegény volt, mi is azok akarunk. Ti Isten napszámosai vagytok mindahányan. És a fennhíjázást nem szeretem. Mi keresztények vagyunk. Várjunk csak ezzel, testvérem. Egy pökhendi keresztény és egy másik vallás pökhendie között nincs semmi különbség. Nem jól van ez így. Nem gondoljátok, testvéreim? De. Miért néztek így rám, testvéreim? Elégedetlenek vagytok? Szigorú prédikációt akartok? Bajom van ezzel a passzussal, atyám! Ne hajtogass szakadatlanul, ha bajod van! Nekem is volna bajom elég. A lábam is alig bír. Látni is alig látok. De behunyom szememet, a fény felé fordítom az arcom, és múlik a baj. És amíg a Szentföldön jártál, hogyan éltél? Ebből elég volt! Egyszerűen vízhordással tartottam fel magam. Na. Én feltettem neki egy keresztkérdést. Testvérem, a szent engedelmességre kérlek, hogy fogd be a szád! A kimondott szó, ami felidézi Isten igéjét, nem elpecsérlésre való. Én csak azok nevében beszélek, akik meg akarják újítani a rendet. Ne a rendet akarjátok megújítani, legyetek új emberek ti magatok! Ellentétek támadtak közöttünk, atyám, viszályok, amelyek lassanként szakításra fenyegetnek. Jöttek a bölcsek, a kitanultak, és azt mondták, hogy lehetetlen élni a tökéletes szegénység regulája szerint. Mintha azt mondanák, hogy az evangélium eszelőség... Nem ezt mondták! De meg lehet, hogy az is! De az evangélium olyan emberek eszelősége, akik jóban és rosszban, ínségben és könnyek között is a boldogságot keresik. Mi ebben hiszünk, és így képzeljük el a regulát. Testvérem! Lehet. Lehet, hogy tiétek a jövő. Még előfordulhat az is, hogy bankot neveztek el a Szentlélekről. Ám! Ez volt az utolsó disputám veletek. A regula végleges változatát eljuttatom a pápa kezéhez. És mi lesz a családosokkal? Családok? Amíg a helyettesed voltam, egy egész falu akart csatlakozni mi hozzánk. Innen jöttek a közelből, Kannarából, ahol nemrég prédikáltál nekik. Hogy az egész falu jött, és hogyan? Hát húztak kézzel, nem húztak semmit, csak a... gyerekeiket, meg az asszonyokat, és megtértek az igéhez. Kiürült az egész falu, és én nem tudtam igazán, hogy mit cselekedj. És mit tettél? Illés testvér hazaküldte őket azonnal, és jelentette a bíboros úrnak a különös esetet. Ünnepes testvérem. Ünnep és cáfolat a kisítőségre. Ne aggódj, hát inkább örvendezz velem együtt. De befogadnád Kannar a lakóit mi közé? A szívembe fogadnám mindegyiket, és visszavezetném őket az otthonaikba. Vissza az ásóhoz, a kapához, a tűzhelyhez, a kemencéhez, vissza a hétköznapokhoz és az imádsághoz, hogy teljesítsék be állapotbéli kötelességüket, amivel felruházta őket az Úr. Álmélkodom rajtad megint. Ne ámulj a szavaimon, testvérem. Inkább azon ámulj, hogy nem veszed észre a csodát. Nézd csak, amíg itt disputálunk, mennyi madár vett körül minket? Nézd csak! Rigók és varjak, pacsirták, seregélyek. És galambok rengetege. Nézd, oda nézd! És még mennyien jönnek! Nekünk gyűlnek ide kétségtelenül. Megszólítom őket. Madár testvéreim. Ti boldogok vagytok, mert tudjátok, hogy az életetek minden pillanata csoda. Szárnyalásotok az Urat magasztalja. Nem aggódtok azért, hogy mit esztek és mit isztok. És azért sem, hogy mit vesztek magatokra. Nem harácsoltok semmit, és mindenetek megvan, mert az Úr szándéka szerint áhítattal és szorgalmasan éltek. Ha alkalmazkodni tudtok a derült időhöz és a borúshoz, a télhez, a nyárhoz, már is boldogok vagytok. Testvéretek a szél. És a napfény, és az eső, és a kerekvilág egészen a tiétek. Az Úr
innotok áld a folyókból, és menedéket nyújt a hegyekben, és fészket rakhattok a fák lombjai közt, madártestvéreim! Ti sokkal tartoztok az Úrnak, aki oly igen szeret benneteket. Őriskedjetek tehát a hálátlanság bűnétől, és mindenkor örömmel dicsérjétek a Teremtőt. Legyetek hálás szószólói az Úrnak. Hirdessétek, hogy minden teremtmény Isten követe, és minden teremtmény Istentől eredő jel. Madártestvéreim, a kereszt jegyében megáldalak benneteket. Menjetek. És repüljetek szabadon a világ négy égtája felé. Pacet bonum! Pacet bonum! Testvéreim! Ez a Jézus Krisztus szerinti élet, melyhez Ferenc testvér Ince pápa úrtól megerősítést kér. Így kezdődik. Teljességében pedig 23 fejezetet tartalmaz a szabályzat, hogy nemzedékek számára hordozzon útmutatást most és évszázadokon át. A regulát úgy adom vissza tinéktek, hogy rajta van a pápai pecsét. Emeljük fel szíveinket. Szurszum korda. Az Úr 10 parancsolata elég volt, hogy kerüljük a bűnt, most pedig használatba vesszük a 100 oldalas regulát. Testvérem, a növekedésnek ez az ára. Tudom jól, ha kötetekbe foglalják a törvényt. A vétek is kivirágzik. De mi az erény útját keressük ezúttal. Kis hitűek vagyunk, ha paragrafusokkal kívánjuk megszentelni a rendet. Szerzetednek a 3-as tagozódást javasolnám. Követőid vannak Itáliában és azon túl is, akik családosok és világi életet élnek. Az ő számukra nem alkalmas a konvent. Testvérem, a családot felbontani lehetetlen. De Istenben, testvérem, Istenben egyek lehetünk. A családosok befogadására megalapítjuk a Ferences 3. rendet. Ordo Tertius. Ez lesz a neve. És összefogja majd mindazokat, akik világi életet élnek, de Ferenc példája szerint az evangéliumot követik. Testvéreim, ti szervezkedtek a fejem fölött, s tán igazatok is van. Te gyakorlati ember vagy, bíboros úr, én pedig álmodozó. Mindazonáltal köszönöm. Testvérem, neked minden kívánságod beteljesedik. Kannára lakóit! Vezessétek ide! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Elámulok rajta, hogy mindannyian ugyanannak a Ferencnek vagytok a társai, akiről annyi jót szólnak. Igen. Na már most az lesz a csoda, ha az a szent ember is itt van. Fordulj meg, testvérem, ha látni szeretnéd. Mondd csak, igazán, te lennél az a Ferenc testvér? Én vagyok az. Hát akkor iparkodjál, hogy olyan légy, amilyennek tartanak, mert benned van sokak bizodalma. Intelek hát úgy cselekedjél, hogy az emberek ne csalódjanak benned. Hálás szívvel köszönöm, hogy ilyen szíves szeretettel figyelmeztetsz. A legjobb kort eszed. Hát, úgyis ne tenném, hiszen arra döntöttünk, hogy tégedet követünk. De miként lesz annak a módja? Felvesztek minket? Ha? Az egész falut? Bizonyám.
Gyerekestől és családostól méghozzá úgy, hogy maradtok a tűzhelynél a házaitokban. Hát, az lesz a legjobb! Én szíves szeretettel, én megköszönöm. Paxet bólnunk. Ölejétek meg testvéreinket, akik a mai napon csatlakoztak a rendhez. Paxet bólnunk. Vége is, jóság. Paxet bólnunk. Paxet bólnunk. Paxet bólnunk, gyermekeim. Kanára lakói Isten oltalmával most hazatérnek. Jaj, menjetek! Gyermekeim, most pedig kinevezzük a rend generálisát és a tartományi minisztereket. A kinevezésnek a példás élet a kritériuma. Gyermekem, a rend generálisa csak is te lehetsz. Ezt nem gondolod helyesen. Én kész vagyok elfogadni azt, amit az Úr velem tenni kíván, de nem arra szán engem, hogy titulusaim legyenek, nem? Én ennél kisebb vagyok. Hát ha te kicsi lennél, akkor én mekkora lehet? Azt csak a mindenható tudja. Én megmaradok a szegények és az utolsók között. Számunkra méltó hely az, amit Krisztus tanított, az utolsó. Én is ezt tanítottam, és nem cáfolom meg. Isten segítsen, hogy tanításaidat befogadjuk. Legyen úgy. A címeket is, a rangokat immár kioszthatjátok nélkülem is. Mostantól én vagyok itt a legkisebb és a legutolsó. Pietro testvérem, a regulát a kezedbe adom. Az evangéliumból a mi Istenünk szól hozzánk, aki veszít, hogy megváltsa az embert. Szerény vagyok, és nagyra vágyom, elsőként is utolsó. Átkelek a folyón, s ha visszanézek, az innenső part a túlsó. Szegény vagyok, és nagyra vágyom, elsőként is utolsó. Átkelek a folyón, ha visszanézek, az innenső part a túlsó. Szegény vagyok, és nagyra vágyó, elsőként is utolsó. Átkelek a folyón, ha visszanézek, az innenső part a túlsó. Dicsértessél, Uram, teremtményid által, szerfeled pedig jó bátyánkkal az nappal. Így kezdődik a Zsoltár, amit írogatok. Ha elkészült, megtanítom néked az egészet. Szép itt, Alverna hegyén a magasban. Szinte úgy tűnik, mint a karnyújtásnyira volna a nap. Sugárzik az erdő, és hallgat. Igen, a csend segít belépni Isten közelébe. Most itt maradok. Szeretném egyedül tölteni a bőjt idejét. Ha szükséges, hozok vizet és kenyeret. Ha jössz, tedd le a közelben, és ne szólíts, ne keress, meg lehet úgyse találnál. Olykor, ha súlyokat hordoz a lélek, ki kell lépni magunkból, és most erre készülök. Ne hagyd el ezt a helyet! Gondolatban a Kálvária útjára megyek. Életem minden cselekedetében téged követtelek, Uram Krisztus. Két kegyelmet kérek tőled, mielőtt búcsút mondanék a földi világnak. Az első, hogy érezhessem a testemben és a lelkemben azt a fájdalmat, amit elszenvedtél a kereszten. A másik, hogy érezzem a szívemben, ha lehetséges, azt a szeretetet, ami erőt adott néked, hogy elviseld a kínokat érettünk,
bűnösökért. Nem a testi szenvedés révén, hanem a lélek tüze által. A lélek tüze által lettél hasonlatos hozzám. De kéred, és megkapod a testi jeletet. Teljes egész lesz. Hálát adok ezért néked, magasságos Uram. Te vagy egyedül szent, Uram Isten, királya égnek és földnek, aki hármasság vagy és egység, és minden, ami jó, a tiéd. Te vagy a tiszta szeretet. Te vagy a türelem. Te vagy a mi reményünk és a hitünk. Te vagy az igazság és a mérték. Te vagy a bölcsesség, és te vagy minden gazdagságunk. Te vagy a védelmező, és te vagy a szelítség. Te vagy a mi megváltó Urunk, aki mindenható, aki könyörületes, és aki áldott. Mi történt veled, atyám? Megsérültél? Ezek sebek. Öt vérző seb. Jézus egyesített engem az ő szenvedéseivel. Krisztus jeleket hagyott benned. A szentséges sebeket a testedbe pecsételte. Ez a csoda másokért is történt, nem csak önmagadért. Így kell megjelened az emberek előtt. Majd megállunk minden városban és faluban, hogy elmondhassuk, az Úr békéje legyen veletek. Az Úr békéje legyen veletek. Egymásnak ezután így köszönünk. És hirdetni fogjuk, hogy fogadják el a jót, és bánják meg a rosszat. Ahol pedig ránk ér a karácsony, ott jászlat állítok a kisdednek. Felépítem a Betlehemet egy istállóban, ökrökkel, báránnyal, samarakkal. Jászlat állítok, hogy az emberek emlékezzenek, és ugyanezt cselekedjék karácsony idején. Szemem világa kialudt, de tudom, itt vagytok mellettem. Tisztában vagyok állapotommal. Megyek Pietro után, akit már elszólított az Úr. Látsz engem? Én vagyok. Klára. Tudom. Behúnyt szemem is érzi a fényt. Emlékszel még, amikor együtt játszottunk a mezőn? Együtt játszottunk egy életen át. Mint ahogy a most is, mielőtt átlépem a kaput. Énekelj velem! Dicsértessél, Uram, teremtményid által, szerfeled pedig jó, bátyánkkal aznappal.
Ki szép és ragyogó, nagy tündöklése, néked magasságos jelen. Tudod jó, hogy a polgárok szent embernek tartanak, és nagy részvétel vannak irántad. Így hát, ha énekelsz, megbotránkozást okozol, pedig az egész város itt víraszt a közeledben. Amilyen súlyos állapotban vagy bizony, azt gondolják, hogy magadba kellene szállanod, és sírnod illenék inkább. Én jó életet éltem. Miért ne örvendeznék? Nem soká ott leszek az úr szín előtt, így hát nem tudok sírni. Inkább énekelek. Kezdjük el újra. Dicsért te sír, uram, teremtményét áldal, szerfelet pedig jó, bátyánkkal az napban. Ki szép és ragyogó, nagy tündöklése, néked magasságos jelenet hordozza fénnyel. Az kép világosság sránk köti világát, az kép világosság. Végtelen erővel.
Köszi. Hölgyeim és uraim, kedves barátaink, ne hagyják abba a tapsot, az alkotótársakat szeretném színpadra szólítani, elsősorban a darab íróját, Katona Imrét, fogadják nagy szeretettel. A hölgyek, vezessék ki Imrét, megkérem a lányokat. És ennek a csodálatos darabnak a csodálatos zeneszerzőjét, Szarka Gyulát kérem, fogadják szeretettel. A lányok, segítsék a urakat ide a színpadra. Gyuszi üzente, hogy köszöni a tapsot, de elment. És akkor engedjék meg, hogy a Gyarmati Ágnes díszlet jelmeszervező munkatársait, két művészt, Árva Nórát és Erszékely Lászlót a színpadra hívjam. A látványért, díszletért és a ruhákért ők a felelősek. Parancsoljátok be a középre, a középre nyomadik. És ennek a csodálatos előadásnak a rendezőjét, Béres Lászlót kérem, fogadják szeretettel. Köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük.